Köszöntöm nézőinket, szervusztok! A Partizánnál kiemelt célunknak tartjuk azt, hogy az Európát és benne Magyarországot kiemelten érintő energiaválságot minél több aspektusból vizsgáljuk meg, hogy minél több releváns megszólalót tudjunk ide rángatni a stúdióba annak érdekében, hogy a legjobb megoldásokról essen szó, és ezzel is informáljuk a nyilvánosságot. A ma esti vendégemnél nehéz lenne relevánsabb szereplőt találni. Márta Imre jelenleg a Budapesti Közművek, vagyis a BKM, Budapesti Közművek Nonprofit ZRT vezérigazgatója, de évekig gyakorlatilag az egyetemi tanulmányai óta folyamatosan az energetikai szektorban dolgozott, az MVM-et is vezette egy rövid ideig, de hosszú ideig az igazgató tanácsnak volt a tagja, és a privát szektorban is megfordult. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt megtenném, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben áll, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba, fizessetek elő a Partizánra. És akkor köszöntöm is a stúdióban Márta Imrét. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásom. Köszönöm szépen. Ugye, ahogy a felvezetőben is mondtam, évekig vezetted az MVM-et. Bánod, hogy ebben az energetikai válság együttesben nem te vagy a cég élő? Én azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan izgalmas kihívás most az MVM-nek. Azt is tudni kell, hogy az MVM akkor egy picit más volt, mint a mai MVM, mert az akkori gázpiac jelenléte az MVM-nek jóval kisebb volt. Ez most egy emberpróbáló kihívás, én azt gondolom, nem csak az MVM-nek, az egész országnak, kormányzatnak, önkormányzatoknak, mindenkinek. Ezt önmagában egy pici szegmense az országnak nem fogja tudni megoldani. Részvényese vagy még az MVM-nek, bejársz-e a közgyűlésekre? Ó, azt már államosították. Azt már államosították. Még a 2010-es évek elején volt egy törvény, amiben államosították a kis részvényeseket. Volt egy néhány tucat cég, önkormányzat, magánszemély, akinek volt MVM részvénye, ez még anno 90-es évek privatizációjából maradt fent egy nagyon pici részvénycsomag, és ez így szétterült Magyarországon, abból volt nekem néhány részvényem, ennek az értéke csak elvív volt, tehát néhány tízezer forintról beszélünk, de arra nagyon jó volt, hogy bejártam a közgyűlésekre, szavazni lehetett, kérdezni lehetett egyéb, és valószínűleg hát ennek okán, hogy ezt a rengeteg kérdést ne lehessen föltenni, államosították. Mikor volt az utolsó közgyűlés, amin részt vettél? 2010-es évek eleje, szerintem nem merem megmondani a pontos dátumot, valamikor 12 körül, 13, ilyesmi lehetett. Azért kérdezem, hogy 2008-ban adtál egy interjút a HVG-nek, és abban iratkoztál arról, hogy a részvényedet egy kisvárdai családtól vásároltad. Így van. Rákérdeztek, hogy ez véletlenül nem Sesztak Miklós volt esetleg? Nem. Mi ebből a szempontból, igen, földiek vagyunk a Miklóssal, én is Kisvárdán születtem, de nem a Sesztak családi volt, ez egy régi Titásznál dolgozó valamilyen munkatársnak volt a részvénye, ő ezt megkapta valamilyen dolgozói csomagba, és akkor aztán eladták. Térjünk vissza az energiapiaci kérdésekhez. Nemrégiben Cserka Falkovics András volt a vendégem, Székesfehérvár polgármestere, és hát arról panaszkodott, hogy gyakorlatilag a vásárlói felhívásaikra nem érkeznek ajánlatok. A sajtóban lehetett olvasni, hogy vannak olyan települések, ahol 16-szoros áron akarják értékesíteni az áramot. Budapesten ebből a szempontból mi a helyzet? Az a helyzet, hogy önmagában Budapestet nem lehet kiragadni, és nagyon sajnálatos ez a szembenállás, hogy önkormányzatok, cégek, magyar állam. Ahhoz nem kell nagy gazdasági ismeret, hogy az önkormányzatok az lényegében a magyar államháztartásnak valamilyen része, alrésze. Ugye? Tehát, hogyha ha valahol pénzügyi bajok vannak, akkor ezt lehet taszigálni egymás között, de nem érdemes, mert ez ugyanaz az államháztartás, ugyanaz a magyar GDP-nek a része. Tehát szerintem el fog indulni egy tuszakodás, hogy akkor most kimegy csődbe hamarabb, melyik önkormányzat, magyar állam, vagy valami, de ennek nincsen értelme, mert ezek csak percek lesznek, ezek a különbségek, ha ne adj úristen, ez bekövetkezik. Igen, bocsáss meg, azt kijelenthető, hogy a magyar kormány kifejezetten Budapest város csődjére játszik ezzel? Nem tudom, hogy mire játszik. Én szeretném magam távol tartani a politikai megfontolásoktól. Nem vagyok politikus, soha nem is voltam. Én még életemben egy falusi önkormányzati helyre sem indultam el. Nem is tervezem. De azt érzékelem, hogy egy kb. 2,5 éve, amióta a főpolgármesterváltás volt, a kormányzat lényegében a pénzügyi forrásokat szépen lépésről lépésre tekeri lefelé. Iparőzési adó, gépjárműadó, Kuka Holding, most nem sorolom, tehát rengeteg ilyen lépés volt, erről nagyon sokat beszélt már a média, meg nyilván főpolgármester úr is, és egyéb polgármesterek. Véletlenül ez a tendencia, ez folytatódik, és ez az energia ár kivéreztetés, ez látszik, hogy megy rá az önkormányzatok büdzséjére is. De még egyszer mondom, ezt azért nem érdemes egymásnak feszíteni, mert ezek ugyanannak a rendszernek az elemei, zsebei. Most ez olyan, hogyha van egy férj és feleség, most végül is csődbe megy,
megy, akkor melyik megy csődbe, a férj vagy a feleség? De ez tök mindegy ebből a szempontból, a család. Lehet, hogy a tankönyv például így néz ki, de a magyar kormány egész biztosan nem így gondolkodik erről a kérdésről. Ezért is kérdezem azt, hogy amikor Cserpalkovics arról beszél, a következő időszakban akár a 10-szeresére is nőhetnek a fehérvári cégek energiakiadásai, akkor Budapesten van-e már számítás arra vonatkozóan, hogy mekkora lesz az energiakiadási többlet, illetve hogy meddig finanszírozható ez a jelenlegi forrásokból, mert értem én, hogy az államnak végső soron kellene valamilyen felelősséget vállalnia, de jelenleg ez nem látszik. A fővárosi forrásokból meddig tarthatóak a cégek? Néhány számot mondanék. Talán a legszemléletesebb példa az a közvilágítás, azt mindenki ismeri, látja. Az idei számlája a fővárosnak közvilágításban körülbelül 4 milliárd forint. Tehát ugye az összes közvilágítás, díszkivilágítás, hidak, utcák, egyebek, ez a jövő évi számítások alapján és a beérkezett árajánlatok alapján 55 milliárd forint lenne. Most nyilván ez teljesen lehetetlen. Hát a főváros 4 milliárdról 55-re. Tehát 13-szoros emelkedés minimum. Igen, igen. Tehát amit Cserpalkovics úr mond, az teljesen valós, és reálisak azok a számok, amiket ők kapnak, mert mi is ugyanezeket a számokat kapjuk a piacról. Azt azért lehet látni, hogy ezt az 55 milliárdot a főváros teljesen képtelen kigazdálkodni, hiszen a teljes éves adóbevétele a 170 milliárd, amiből BKV, köztisztaság, idősek otthona, stb. Tehát, hogy erre nem tud ez elmenni. Én szerintem a megoldás ugye két irányba mehet el. Vagy a kormány az utolsó pillanatban kreál egy olyan villamosenergia ellátó rendszert, árazást, nevezzük bárminek, ami a kritikus infrastruktúrát működteti. Egyébként ugyanez a probléma a MÁV-ba. Tehát lehet, hogy a MÁV vezér nem beszél erről, de a MÁV áramtarifája, ha a piacról szerzi be, már pedig közbeszerzés köteles, akkor ugyanúgy tizenvalahányszorosára ugrik, és azt se fogja tudni kifizetni a MÁV. Tehát megint egy másik alrendszerről beszélünk a magyar államháztartásban. Tehát vagy lesz ennek egy speciális tarifája, Paksra épülve, Mátrai erőműre épülve, valamilyen egyéb hazai megoldásra épülve költség alapú árazás lesz, tehát nem piaci alapon árazunk, hanem költség alapon, alulról fölfelé, vagy akkor pénzt kell tenni ezekbe az önkormányzatokba. Mi a te diagnózisod? Tehát mi miatt szálltak el ennyire az energiaárak? Ugye a magyar kormány úgy érvel, hogy az Oroszország elleni Európai Uniós szankciókra adott válaszként szállt el az energiapiac. Egyetértesz ezzel az elemzéssel, és ha nem, akkor szerinted mi miatt alakult ki ez az ártöblet? Én attól tartok, hogy ez egy nagyon kisarkított álláspont. Ha valaki megnézi a tőzsdei árakat Európában, akkor az látszik, hogy 2021-ben már tavaly év közepén, év elején már elkezdtek drasztikusan emelkedni az árak a korábbi évekhez képest, amikor még se háború nem volt, se konfliktus nem volt, se semmi nem volt, sőt, hát éppen Covid után volt a világ. Tehát ez az áremelkedésnek az első nagy rohama az már tavaly lezajlott, illetve idén év elején. Persze a háború rárakott valamennyit, de azt gondolom, hogy nem ez. Egyébként van egy szerencsétlen esemény sorozat. A németek most akarnak bezárni néhány atomerőművet évvégén, amit már eldöntöttek politikailag évekkel, évtizedekkel ezelőtt, csak pont mostanra esik a bezárás. Franciaországban van néhány atomerőmű, ami műszaki okok miatt ezért nem tud visszajönni. Vissza fog jönni a termelésbe, csak még nem. Nagyon száraz volt a nyár, ami a Balkánon egy borzasztóan fontos energiatermelő erőforrás, tehát a vízerőművek a balkáni régióban nagyon sok energiát termelnek, ez most kiesett a nyár folyamán. És a kora ősz folyamán meleg volt a nyár, tehát mindenki érzékelte, tehát a légkondicionálók a rengeteg energiát elfogyasztottak, ez a keresleti oldalt nagyon húzta, és aztán rá szuperponálódott a háború február 24-től. Tehát én ezt azért nem tudom az orosz válságra ráfogni, vagy az orosz szankcióra ráfogni. Igen, egyébként az oroszok a gázpiacot gátlástalanul mozgatják, ez látszik. Ugye közgazdász körökben elterjedt nézet az, hogy a fogyasztói energiaárak alakulásának ugye két nagy fontos komponense volt. Egyrészt a nyáron jelentősen visszavett rezsicsökkentés, másrészt pedig a benzinársapka. A te megítélésed szerint, mint energiapiaci szakember, meddig tarthatóak ezek fent, és milyen típusú beavatkozásokra kell számítanunk az ősz folyamán? Ezt a kérdést egy picit visszábbról tekinteni, egy kicsit messzebbről nézve. Gyakorlatilag Magyarország belealudt az energiaválságba. Nagyon csúnyán. Ez azt jelenti, hogy 10 évvel ezelőtt bevezetésre került egy nagyon sikeres politikai termék, a rezsicsökkentés terméke, ami, még egyszer mondom, nem politikusként mondom ezt, hanem energetikai jogalkalmazóként vagy cégvezetőként. Politikailag nagyon sikeres volt, energetikailag azért megvan ennek az ára. Mi történt? Az történt, hogy ebben a 10 évben Magyarország gazdasági teljesítménye, lássuk, hogy nagyon jó volt.
Persze a V4-ekhez képest, meg Közép-Európához képest átlagos, de egyébként a történelmet nézve nagyon jó volt az elmúlt 10 év, és borzasztóan sok pénz, sok jövedelem keletkezett a magyar GDP különféle szegmenseiben, az állami, államháztartásban, az önkormányzatoknál és a magánszemélyeknél is. Nyilván van egy mély szegény réteg, de azt kivéve mindenki tudja, hogy miről beszélek, amikor a családi költségvetések az elmúlt 10 évben nem alakultak rosszul. Ez miért nagyon fontos? Ennek a gazdaságnak 10 évig azt szajkozza a papagáj média, hogy ne foglalkozz az energetikával, nem kell spórolni, sőt, ez a spórolás, ez ilyen ciki dolog, ez ilyen nyugat-európai, haldokló kapitalizmusból származó valami, ez az energiatakarékosság, ezzel te ne foglalkozzál, ez mindig olcsó lesz, ha én maradok. Ugye ez volt a főüzenet, ami még egyszer mondom, politikailag teljesen megértem, de ezzel gyakorlatilag rákényszerítették az embereket, hogy semmilyen energia gazdálkodással kapcsolatos beruházásra nem költöttek. Tehát inkább elment még egyszer nyaralni Ciprusra, pár százezer forintért, mint hogy leszigetelte volna a házat. Inkább vett még egy használt autót, mint hogy vett volna egy napelemparkot, vagy akár csak egy nyilázzáró cserét. Hát én magam találkoztam olyan társasházi közös képviselőkkel az elmúlt években, családon belül, ahol a közös képviselő hangosan érvelt amellett, hogy hát nem éri meg a szigetelés, mert sose térül meg ilyesmi. Hát ez csak azért volt, mert egy nagyon mesterséges áron volt tartva az energiaára. Ez nem rezsicsökkentés, ez egy rezsinyomor. Tehát, hogyha te 10 évig azzal győzködöd az embereket, hogy ne foglalkozz vele, ne költsél rá, stb. Egy nagyon szűk szegmens, aki energiatudatos volt, foglalkozott ezzel, de egy ilyen, hát hogy is mondjam, etettük őket egy droggal gyakorlatilag, és a végén rászokott az ország az olcsó energiára, amiben most egyszer csak benézett a ló az ablakon, 14-szeres árak vannak Európában, igen, és ott állunk, hát ha nem is mesztelen fenékkel, de gyakorlatilag mesztelen házakkal, amit az elmúlt 10 évben meg lehetett volna csinálni, mert volt rá pénz. Ugye ez visszatérő kritikája az ellenzéknek, de ugye 2019 óta elviekben ellenzéki vezetése van fővárosnak, és hát a fővárosban sem indultak meg az energetikai korszerűsítés támogató programok. Miért nem? Egyszerűen a pénzhiány. Az előbb beszéltünk róla, hogy ahogy a főpolgármester váltás megtörtént, és egyébként sok egyéb nagyvárosban, megyei városban, településen megtörténtek a polgármesterváltások, a kormány automatikusan elkezdte letekerni ezeket a forrásokat, és ezek a cégek, vagy ezek az önkormányzatok és önkormányzati cégek azonnal beálltak a túlélésre. Ezt jelenti, jött a COVID. Tervszinten minden készen áll, és kizárólag forráskérdés az, hogy lehessen nagy arányú energetikai korszerűsítést akár a fővárosi cégeknél, akár a fővárosi tulajdon ingatlanoknál, vagy akár a lakossági alapon a fővárosban látható, nem tudom, panelházakban és így tovább végrehajtani? Ezek a programok megvoltak, futottak, panelprogram, otthon melege program, híralapítvány, hagyj ne soroljam, tehát több tucat ilyen jó programot lehet mondani, még egy kormányokon átívelően mentek, tehát én az MVM-ben ezeket folyamatosan láttam a 2000-es évek után. Most korábban beszélünk, én 2019 után kérdezem. Ja, jó, csak mondom, hogy ezek... a fővárosi vezetés arra, hogy nagy arányú energetikai korszerűsítés. Abszolút. Hát akkor tervszinten minden készen áll. Tervszinten készen áll, pontosan tudjuk, hogy mit kell csinálni, megvannak a programok, tehát ha az EU-s forrásoknak egy jelentős részét, ami egyébként örömmel adja az EU az energia tudatosságra a pénzt, és lett volna hozzá saját forrás, akkor ezeket a programokat lehetett volna csinálni. De egyébként mit priorizálnál? Tehát a lakossági szigetelést mondjuk adott esetben, az alternatív energiaforrásoknak az erősítését, vagy hol kezdenél bele ebbe? Fővárosi szinten. Egy számot érdemes megjegyezni, ha van egy rosszul szigetelt épület, amiben nem túl jók, tehát egy átlagos panel tömböt nézzünk Budapesten, vidéken, bárhol, ha ezt leszigeteljük, és új nyilázárokat kap, illetve szabályozhatóvá tesszük a fűtést, akkor több mint 40% az energia megtakarítás. Tehát erre van konkrétan. Itt kell kezdeni. Abszolút. Persze, hát a főtávnak megvannak ezek a programjai, a fővárosnak megvoltak ezek a programjai, de még egyszer mondom, ez nem egy fővárosi probléma. Ja, most ez mennyibe kerülne? Lakásunkként körülbelül 2 millió forint. Lakásonként kb. 2 millió forint. Hát összességében több 10 milliárd forintról beszélünk Magyarországon. Ha csak a távfűtött lakásokat nézem, 650 ezer távfűtött lakás van Magyarországon. Ennek több mint a fele nem jól szigetelt, vagy nincs lesz. De ez csak a távfűtött lakás. Hát van még 3 millió egyéb háztartás, aminek szintén egy töredéke van csak leszigetelve. A lényeg azt érdemes megjegyezni, hogy a szigetelés, tehát az el nem fogyasztott energia mindig az első alacsonyan fekvő gyümölcs, amit le kell szedni, aztán utána át lehet ugrálni napelemre, meg napkollektorra, meg egyéb,
De a szigetelésben az elmúlt 10 évben belealudtunk. Ugye elvében október 1-ig van most érvényben a benzinársapka politikája, de jelenleg sem lehet hallani arról, hogy változtatna a kormány, mármint hogy visszavonna ezt. Meglátjuk, hogy fog ez alakulni. Ha mégis marad a benzinársapka, annak milyen következménye lesznek? Azt gondolom, hogy mindenki látja már a dízel piacon a hiányt. Itt alapvetően ez egy dízel probléma, a benzin oldalon egy picit jobban áll Európa. Én nem szeretném elvenni a MOL kenyerét, mert ugye ez alapvetően egy molos ellátási lánc, amiről beszélünk. A MOL erről többször beszélt, Hernádi úr azt hiszem személyesen televízióban is többször elmondta, hogy nagy problémák vannak, hiányok lehetnek, mindenkit kérnek az energiatudatosságra ugyanúgy. Van egy nagyon jó szó, ez az energiajózanság. Ezt én nagyon kedvelem, mert akkor ezzel kikerüljük ez a ciki, nem ciki, vagy spórolunk, nem spórolunk, energiajózanságra intja szerintem a MOL is az embereket, meg mi is, meg most már szép lassan a kormány is, de a benzinársapka az ugyanolyan piactorzító valami, mint a rezsicsökkentés, persze politikailag tökéletesen érthető, adott esetben az emberek számára valóban hasznos és élvezhető, és megértem, de miután nem diszkriminál, tehát nem mondja azt, hogy egyébként aki nagyon gazdag, vagy jó, tehetős, vagy egyéb, az hát fizesse már ki azt a 650 forintot, vagy 680, egyébként a rászoruló léteg pedig kapja 480-ért, amivel maximálisan egyet lehet érteni. Nem ezt csinálja az ársapka. A rezsicsökkentésnek is ez volt a problémája, hogy persze, még egyszer mondom, élvezhető és teljesen helyesen ad támogatást a rászoruló rétegeknek, na de hát ezt 10 évig adta mindenkinek, ami egy több milliárd eurós pazarlás volt. Ha fennmaradnak az üzemanyag ársapkák, akkor kifejezetten még a dízel frontján, a lakossági felhasználásban jelentkezhet a drasztikus hiány még idén. Még egyszer mondom, én nem szeretnék a MOL nevében nyilatkozni, mert mi is egy nagy fogyasztók vagyunk ugye a budapesti közművekben, kukásautók, egyéb célgépek, stb. Eddig mi nem tapasztaltunk fennakadást a MOL szállításokban, tehát nekünk nagyon korrektő rendben szállított a MOL. Sokáig nem húzható, én azt gondolom, ez az ársapka dolog. Olajárfüggő és euróárfüggő. Tehát, hogy az olajárak egy picit csökkennek, és az euró forint árfolyam nem száll el még jobban, akkor egy picit tovább tartható, de abban a pillanatban, hogy az olajárak megint nőnek, és az euró benéz a 4-20 környékére, a forint-euró árfolyam, szerintem nem lesz fenntartható. A te megítélésed szerint az MVM jobban teljesítene, hogyha néhány évvel ezelőtt nem vette volna vissza több 10 milliárd forintért Mészáros Lőrinctől a Mátrai erőművet, hogy igazából ez a téte egy ekkora vállalat esetében nem azt nem szoroz? Hát, hogy ne szorozna, hogy ne számítana. Az MVM-ben ugyanúgy számít 1 milliárd forint is, vagy 1,5 milliárd forint, tehát persze brutálisan nagy, meg több ezer milliárdos forgalma van. A Mátrai erőmű története egy szomorú dolog. Pont én készített már, az én időmben készített elő az MVM a Mátrai erőmű megújítását, egy nagyon modern, közel 500 megawattos úgynevezett szubkritikus lignit blokkot szerettünk volna építeni, és odáig elvittük a dolgot, hogy minden engedély meg volt, projekttársaság, környezetvédelem, létesítés, és volt egy sikeres Európai Uniós közbeszerzés is. Én így adtam ezt át akkor 2010 közepén, őszén, amit aztán az Orbán kormány leállított. Különösebb indok nélkül. Én ezt nagyon sokszor szóvá tettem közgyűlésen, hogy hát hazai lignit vagyon, nem kell importálni, 2500 munkahely, a régi Mátra erőmű az már dől össze, miért nem építjük, finanszírozás volt hozzá, minden. Ezt lájtották. Most persze, hogy mondjam, az ember örömmel szemlél, hogy akkor most ez újra erőkerül, és támasszuk fel a Mátra erőművet, de azért szeretném megjegyezni, hogy 2010-ben ezt a beruházást nem állítják, nem tiltják meg az MVM-nek, akkor ez az erőmű már 7 éve termel egy vadonatúj blokkal. És akkor most nem így megyünk a télnek neki, ahogy most megyünk. 2002 óta voltál az MVM-ben igazgató tanácsi tag, aztán később vezérigazgató is. Na most maga a vállalat egészen azért valószínűleg nem mentes a politikai korrupciótól. A te megítélésed szerint a működésének mekkora százaléka megy el klientúraépítésre, kurzustól függetlenül? Én azt gondolom, hogy ez azért mégiscsak kurzus függő. Én 2001-ben már APVRT-ben voltam ügyvezető az Orbán kormány alatt, onnan kerültem az MVM, tehát nyilván az MVM is a portfólióba tartozott, és az MVM igazgatóságba akkor kerültem, aztán bekerültem, mint kereskedelmi igazgató, vezérhelyettes, és aztán legvégén vezérigazgató. Én speciál arról voltam híres, hogy a politikai kéréseket nem teljesítem, pont. Megvolt már akkor is a magánvagyonom, előtte Londonban dolgoztam jó pár évet, volt egy sikeres családi vállalkozásunk, tehát engem ez közösebben nem zavart. Lehettek olyan
MVM menedzsmentek, ahol ez egy kicsit több volt, mármint a politikai kérés teljesítése volt, ahol nem. Én azért ezt igyekeztem, amit lehetett kizárni. Persze azt azért megjegyzem, hogy itt egy az ország egyik legnagyobb vállalatára beszélünk, tehát ez egy személy. Ezt akarom kérdezni, nem tudod... tudsz felelősséget válni? Tehát 2008-2010 között voltál vezérigazgató, igen. Tehát ott lehet azt mondani, hogy volt egy olyan ráhatásod és átlátásod a teljes rendszer fölött, ami talán számunk kérhető. Ebben az időszakban volt-e bármilyen típusú olyan korrupció, amihez asszisztálnod kellett? Én nem tudok róla, és utána, amikor én eljöttem, két-három átvilágítás is történt, tehát az akkori Orbán kormány. A világban erre mondhatják azt az emberek, hogy hát itt... Nem talált semmit. Értem, de lehet azt mondani, hogy ez egy kurzusokon átívelő konszenzus az, hogy ne dobjuk fel egymás embereit. Nem gondolom, hogy ilyen volt. Úgy fogalmaztál, mit nem lehetett? Vagy amit nem lehet, amit lehetett? Mi az, amit nem lehetett? Hát amit esetleg nem látsz, hát ugye az MVM-ben több tucat, tehát még az én időmben is, több tucat leányvállalat volt, hát ma meg ez még jobban felhízott, mert az MVM azóta nagyobb lett. Az MVM csoport első számú vezérigazgatója az nyilván nem tud oda menni a 47., de szó szerint 47. vagy az 57. leányvállalathoz, ami önmagában is egy 50 milliárdos cég, és ott az ott lévő compliance kérdéseket rendezni, de azért ennek megvannak a módja, megvannak a csoportszintű compliance szabályok, a beszerzési szabályok, és így tovább. Én azt gondolom, hogy egyébként az MVM ebből a szempontból nem áll rosszul. Ezeken én magam rengeteget szigorítom. Mondok egy példát, ami szerintem egy tök egyszerű példa. Én voltam az, aki minden lányvállalatban, inkluzíve a Paksi atomerőműben, Mavirban megvontam az egyedüli aláírási jogot. Addig ez évtizedekig ment, hogy a Paksi vezér, a Mavir vezér, meg a 41 év lányvállalat vezére egy személybe írhat alá, ami persze még önmagában nem korrupciós tényező, mert ha rendesen viselkedik, akkor ez nem probléma. De például ezt megvontuk, és kettős aláírás lett, és de volt még másik 10 egyéb ilyen intézkedés is. Teszem fel a kérdést, akkor azt mondtad, hogy az MVM vállalati struktúrájának az összetettsége, komplexitása, vagy átláthatatlansága lehet korrupciós tényező, vagy korrupciós kockázat? Lehet korrupciós kockázat, de nem nagyobb ez a korrupciós kockázat, mint egy hasonló méretű E.ON, vagy egy hasonló méretű Deutsche Bank, vagy egy hasonló méretű Citibank. Tehát, hogy azért ilyen méretű cégek vannak Magyarországon, Európában, és megvannak erre a módszerek, hogy a korrupciós kockázatokat, az esetleges visszaéléseket hogyan lehet leszűkíteni, megszüntetni. Azért azt nyilván mindenki tudja, hogy hány olyan broker visszaélés volt Londonban a legrégebb, az 100 éves bankházaknál, több száz éves bankházaknál, mert volt egy rogue trader, aki a szabályokat úgy tudta mókolni, hogy még a Lehman Brothers-t is csődbe vitte, vagy hagyd ne mondjam. Tehát sosincs erre 100%-os megoldás, szerintem az MVM-ben nagyon sokat fejlődött, pont az én időszakomban, és szerintem utána is. Nem rosszabb egyébként, mint egy másik vállalat. Akkor van egy ilyen összefüggés, azt mondod, hogy minél nagyobb a vállalat mérete, annál szűkebb az átláthatósága. Azt gondolom, hogy igen, és annál nehezebb ezt betartatni. Visszatérve még a Mátrai erőműre csak egy pillanatra, mert ugye onnan kanyarodtunk ide, azt hangsúlyozom, hogy ezeket az ügyleteket az MVM mindig miniszteri utasításra csinálta. Hát nem véletlenül pereskedik az átlátszó, a nem tudom, az oknyomozó portálok, és próbálják az akkori miniszternek az utasítását, a részvényesi jogok gyakorlói határozatait kiperelni, például a Mátrai erőmű esetében, de mondhatsz még száz ilyet, hát volt az E.ON vásárlás, amit én magam is kritizáltam, amikor az E.ON-tól a földgáztározókat megvettük, szerintem picit inflált áron, vagy a Mátrát, egyebeket, ezeket sosem az MVM döntötte el, előkészítette, letárgyalta, és volt rá egy miniszteri döntés. Na, ez nem korrupció, mármint az MVM oldaláról, hiszen ő egy tulajdonosi utasítást hajt végre. Hát az, hogy a miniszter ezt hogy hozza meg a kormány, az meg egy politikai kérdés. És abban nincsen szerinted érintettsége a politikának, vagy inkább érdekeltsége, így mondom, hogy így hagyja ezt a vállalati struktúrát, hiszen pontosan tudja, hogy ezzel ő kvázi a zavarosban könnyebben tud halászni. Hát ez erről szól, szerintem részben erről szól most az Európai Uniós vita, ami a napokban zajlik Magyarország és az Európai Unió között, hogy az Európai Uniós pénzeket, meg a társfinanszírozást, meg az egyéb dolgokat hogyan költi el a magyar államnak a különféle szegmensei, hogy ez most éppen közbeszerzés, vagy MÁV, vagy MVM. Nagyon nagy felelőssége van igen ennek a kormánynak abban, hogy ezt legalább egy európai szintre fölhozza. Itt az, ugye mi a másik megoldás? Szigorítod a cég szabályait, tök jó, de a külső watchdog.
Tehát ha van egy európai ügyészség, most megint csak nem a politikai oldalát akarom ennek nézni, akkor hidd el, hogy nem csak az MVM vezérigazgatója fog rettegni, hanem retteg még az a másik 800 menedzsment tag, aki ott ül, hogy azért ez nem, hiába esetleg ez jó ötlet, meg kormánytól jön, minket nem fog tudni megvédeni a kormány az európai ügyészségtől. Ez önmagában egy nagyon nagy fegyelmi tényező, amit szerintem be kéne hozni a rendszerbe. Térjünk vissza az ÁSAP-ek kérdéséhez. Ugye a múlt héten az uniós tagállamok szakminiszterei áldásokat adtak arra az Európai Bizottsági Javaslatra, miszerint legyen egységes ÁSAP-ka a földgáz nagykereskedelmi árára. Szerinted ez egy kivitelezhető terve, és hogy képes lehet-e ez az intézkedés mérsékelni az európai energiaárakat? Én szerintem ez kivitelezhető. Önmagában a tőzsde felfüggesztése az nem egy ördögtől való dolog. Hát ez minden hónapban megtörténik, akár az USA-ban, akár Európában, akár Magyarországon. Nogdacu Moszkvába fel volt függesztve a tőzsde hány hétig az invázió után. Kormány hozhat egy ilyen döntést, hogy ilyen-olyan okok miatt felfüggesztem a tőzsde működését, és akkor nincs clearing ár, akkor nem lehet mutogatni, hogy a holland TTF tőzsdei ár, földgázár, az így megy, meg úgy megy. Hogy ettől csökken-e az ár, az már nem ettől függ, hanem attól függ, hogy milyen gázárképlettel vásárolnak az adott tagállamok. És én azért attól félek, hogy bár ez nem nyilvános adat, de amit Magyarország tavaly szeptemberben kötött, azt egy picit elszúrtuk. Bocsáss meg, akkor ez lehet az oka annak, hogy Szijjártó Péter ellenkezik ez ellen a javaslat ellen? Akár ez is lehet az oka. Ha mélyebbre akarunk menni a földgáz kereskedelembe, csak három mondat, évtizedeken át, még a MOL kötötte azt a szerződést az oroszokkal, a Gazprommal, a hosszútávú földgáz szerződést, ami lejárt, ez alapvetően az olaj árához volt kötve. Plusz egyéb tényezők, dollár, meg ilyen-olyan árképet, de alapján az olajár mozgatta. Miért volt ez jó? Azért volt jó, mert az olajárát sehol a világban egyetlen egy ország nem tudja drasztikusan megváltoztatni. Tehát persze, hogyha visszafogja a termelését a Szaúd-Arábia, vagy valamilyen társulás, vagy oroszok, vagy bárki, akkor kicsit fölmegy az ár, de akkor más meg elkezdi növelni az olajtermelést. Magyarán szólva az egy global commodity, tehát azt a világon mindenhol termelik, és sokan befolyásolják. Míg a TTF ár, amihez aztán most a tavaly szeptemberi szerződés, ami most futó új gázszerződés, amit Szijjártó Péter, amiről beszél, ebben már nem az olajárhoz vagyunk kötve, hanem ehhez a TTF-hez, mert ugye látszik, bár hogy még egyszer mondom, nem nyilvános a szerződés, de ez következteti ki az oknyomozó újságírás a külkermérlegekből, MVM beszámolókból, Gazprom nyilatkozatok egyéb, hogy nagyjából a TTF plusz 8%-on van ez a szerződés. Hangsúlyozom, ez egy sajtótalálgatás. Ez szúrta el Szijjártó Péter tavaly, amire utaltál az előbb? Az van elszúrva, hogy olyan szerződést nem kötünk, ahol az eladó egyoldalúan tökéletesen befolyásolni tudja az árindexet. Tehát míg az olajárhoz volt kötve, az orosz Gazprom, vagy az orosz olajtermelő, persze kicsit lehet, hogy próbálta, de nem tudta mozgatni az európai kőolajárakat, vagy a világszint. A holland gáztőzsde árát, mint látjuk, a Gazprom egyoldalúan 14-szeresére tudta emelni. Tehát aláírtunk egy olyan szerződést, ahol tudni lehetett, hogy az eladó kénye kedve szerint föltolhatja akár százszorosára is, és akkor nem tudunk vele mit kezdeni, mert a földgáz az nem egy global commodity egyenlőre, hanem egy lokális termék sajnos Európában. Persze táplálnak az angolok, meg a norvégok, de alapvetően ez egy csövön szállított, nagyon lokálisan kereskedett valami. Majd egyszer lehet, hogy lesznek olyan LNG tankhajók, hogy tényleg aztán ez is egy globális terméké felül, de ma nem az, amikor ezt aláírtuk, ezt a szerződést. És hát a klímaváltozás érdekében, vagy annak a mérséklés érdekében nem is biztos, hogy kívánatos. Lehet, hogy már addigra nem lesz kívánatos, és én azt gondolom, hogy mi most ennek a... Úgy is fogalmazhatnék, és akkor lehet, hogy ezzel most magunkra hozzuk a papagáj médiának a haragját, hogy szerintem a magyar rezsicsökkentést ez a gázszerződés ütötte agyon. Mert hogy? Hát mert ha futott volna tovább a MOL-szer, ami persze tovább nem tudott már futni, most ezt még a MOL kötötte, de átadta az MVM-nek évekkel ezelőtt, ha futott volna egy olajár képlet alapján egy szerződés, nogdacul lenne benne mondjuk árgallér, ami szintén szokásos, van benne egy padló, meg egy plafon, és akkor kettő között ingadozhat. Sok mindent ki lehet tárgyalni, akkor most nem 14-szeres lenne a Gazprom árképlet, hanem esetleg kétszeres, háromszoros, persze az is egy borzasztó nagy teher, na de nem 1000 milliárdok, amiről most beszélünk.
Hangsúlyozom, nehéz ezt megítélni, mert ugye nem publikusak az adatok, de azért azt lehet tudni, hogy több olyan európai ország van ma Európában, ahol még mindig olajárképlet alapján vásárolnak, de legalábbis mixelt árképlet alapján. Tehát azt mondja, hogy súlyozom, olajárhoz is kötöm, tőzsdéhez is kötöm, és akkor valamilyen. Ugye az eleve az olajár az húzza lefelé, mert per pillanat az olajár, ahol van ez a $90, $100, ez nem egy extrém magas olajár. Tehát ennél már láttunk sokkal magasabb hordonkénti árat a világon. Tehát most azt mondhatjuk, hogy egy közepesen erős olajárszint van, de nem rendhagyó. Ha ez lenne kötve a Gazprom szerződés, vagy részben ez lenne, akkor szerintem a rezsicsökkentés fennmaradt volna. Ugye tavaly összejött létre az a fővárosi szuperholding, amely addig különálló cégek munkát végzi el. Ugye ide tartozik a hulladékgazdálkodás, köztisztaság, kertészet, kéményseprői, temetkezési és távfűtési feladatok együttese. Így van. Mi indokolta igazából a BKM létrehozását? Kérdezem ezt azért is, mert az előbb ebben úgy utaltál az MVM-re, hogy minél nagyobb mérete van egy cégnek, az átláthatósága, a transzparenciája annál jobban csökken. Igen, így van. Azt azért tudni kell, hogy a BKM, tehát a Budapesti Közművek és az MVM között biztos van jelen pillanatban egy 40-szeres szorzó, legalább árbevétel, vagyon, munka, stb. Tehát, hogy még azért nagyon a két szélén vagyunk a skálának. A BKM létrehozásának több célja volt, és mára ezek beigazolódtak. Az egyik és elsődleges célja, hogy a jelenlegi piaci helyzetben, beszállítói piaci helyzetben ezek a mikrovállalkozások teljesen életképtelenek. Tehát nézzünk egy egyszerű példát, Főkert, BTI temetkezés, főkétőz, bármi, de még akár a Főtáv is. Ezek a néhány milliárdtól a néhány tízmilliárdig terjedő árbevételű cégek, néhány száz emberrel dolgoznak, stb. Ezek életképtelenek a mai európai piacon, méghozzá azért, mert ha olyan magas színvonalú megoldásokat akarunk tőlük informatikában, létesítménygazdálkodásban, flotta üzemeltető, beruházás, stb., akkor ezt mondjuk egy 3 milliárd árbevételű cég tökéletesen képtelen kigazdálkodni. Mondok egy példát, egy nagy IT rendszer, SAP, Oracle, Ribble, hagyd ne mondjak piaci neveket, ezek milliárdos tételek, még akár csak egy módosítás is benne, vagy egy fejlesztés, nyilvánvaló, hogy ezt egy 3 milliárd árbevételű cég nem tudja kigazdálkodni. Nem tudja rendesen kigazdálkodni a munkaruha igényeket, a flotta igényeket, és így tovább. Tehát van egy méret gazdaságosság, ami alá közműcégeket nem lehet betolni, és ez Európában mindenhol így működik. Nem kell messzire menni, a bécsi Stadtwerke nagyon hasonlít ránk, a temetkezéstől a közlekedésig benne van, de ugyanígy Berlinben, Kopenhágában és így tovább. Tehát, és akkor vannak a tök egyszerű evidens mondások, hogy nem kell 6 vezérigazgató, 6 gazdaságigazgató, 6 HR igazgató, 6 PR-es, stb. Csak egy, mert össze van vonva, és az a menedzsment viszi a dolgot. Egy számot érdemes itt is megjegyezni, hogy a kiinduláshoz képest, amikor a 6 üzletág külön volt, és most a Budapesti Közművek egyben van, 51 vezetőt küldtünk el pótlás nélkül. Ez a vezető, ez osztályvezetőtől fölfelé, tehát nincs benne a csoportvezető, meg üzem, meg egyéb. Ez osztályvezető, főosztályvezető, igazgató, vezérhelyettes, stb. 51 főt küldtünk el. Önmagában ez 1 milliárdot meghaladó megtakarítás per év, mert 51 Skoda, 51 szoba, hagyd nem mondja meg a bér és egyéb, tehát brutális megtakarításokat és szinergiákat hozott. Ugye a fővárosi vállalatokkal kapcsolatban 2019 óta visszatérő kritika, hogy hát kormányközeli, vagy egyesen Mészáros Lőrinc által birtokolt vagy tulajdonolt cégekkel köt együttműködést. Ugye általában az szokott lenni erre az ellenérv, hogy hát nagyon leszűkültek a piaci lehetőségek, és nem nagyon van más, aki adott szolgáltatást, vagy bármilyen beszállítást el tudna látni. Ugyanakkor van azért egy-két kirívó eset, és ezek közé is az egyikre szeretnék most rákérdezni. Ugye nehezen lehet belátni, hogy mennyire káros üzenete van annak, hogy a által fele részben tulajdonolt L2 a fővárosi cégek egyik legnagyobb energiabeszállítója. Szóval miért van erre szükség, miért pont ők a beszállítók? Hát van egy jó írem, a következő évi gázszerződést azt például az MVM-mel kötöttük, mi mint Budapesti Közművek, nem a MET-tel vagy bármi egyébbel. Egyébként ez, én csak a BKM-ről tudok nyilatkozni, a Budapesti Közművekről, a többi cégről nem, tehát BKV vagy egyéb, mert ugye ez nem én vezetem, de azt tudni kell, hogy nálunk ez egy nagyon szigorú tender alapján megy minden évben. Az energiahivatal auditálja, kiad hozzá irányelveket, és a tender vége az mindig egy online licit. Tehát egy árejtés, hogy mi az a legolcsóbb ár, amit még valamelyik pályázó tart.
És aki nyer, tehát jelen pillanatban, hogyha a MET nyer, vagy, a, vagy az ÖMV nyer, vagy valaki nyer, akkor az nyer. Például a 23-as tendert azt az MVM nyerte. Tehát, hogy azért, ráadásul ahol közbeszerzés köteles a dolog, és általában nyílt uniós közbeszerzéseket szoktak írni ezek a cégek, ott szerintem mindenhol az ár dönt. Hogyha az ár dönt, akkor mi változott meg? Tehát, hogyha eddig jó volt a MET által tett ajánlat, akkor miért nem lesz jó a továbbiakban? Ja, jó volt ez az elmúlt, amikor ő nyert, csak most az olcsóbbat tette, az MVM olcsóbb ajánlatot adott. Abszolút. Tehát ugye a földgáz az ebből a szempontból egy nagyon egyszerű dolog, mert ez egy homogén termék, tehát nincs jobb földgáza valakinek, mint másnak. Ez egy totál homogén termék, megvannak a szabványok, megvannak a különféle fűtőértékek és mennyiségi jellemzők. Ennek van egy euró per megawatt órás ára, és jó napot kívánok. Én azt gondolom, hogy a kérdésed inkább ott izgalmas, ahol nem homogén a termék, hanem valamiféle minőségi jellemzőik is vannak, szolgáltatás, vagy egyéb olyan árucik. Én inkább ott érzékelem azt, hogy a Mészáros-Lőrincféle cégeket nem tudjuk megkerülni, mert egyszerűen nem jön ajánlat. Még egy energiapiaci kérdésben szeretném hallani a véleményedet. Ugye nemrégiben távozott Süli János, igen, és a távozásával, mint hogyha azt is elismerni a kormányzat, hogy azért itt vannak megalapozott kritikák a Paks 2 beruházással kapcsolatban. Lehet azt is hallani már, hogy mintha Oroszország arra játszani, hogy minél előbb a magyar fél adja föl a szerződést, és ezzel portolja azt. Ugye korábban egy átérés interjúban úgy fogalmazta, hogy lehet, hogy akár 1 milliárd euróba is kerülhetne a kiszállás a Paks 2 kötelezettségek alól. Tehát mintha arra játszana Oroszország, hogy ezt a magyar fél tegye meg, és így ő pénzéhez jusson. A te és szerint realitás-e Paks 2-vel számolni az évtized vége előtt, egyáltalán bármikor számolni Paks 2-vel Magyarországon? Jánosról egy mondat, én azért sajnálom az ő távozását, én neveztem ki őt 2009-ben a Paksi Atomerőmű vezérigazgatójává, és azt gondolom, hogy nagyon jó döntés volt, az élet ezt be is igazolta. Talán az egyik olyan szakember, aki tényleg évtizedeket húzott le a szakmában. Az, hogy a Paks 2 projekt 8 éve nem halad előre egy tapottat se, lehet azt mondani, hogy az ő hibája is, de azért ennek sokkal szélesebb körben felelhetők az okai. Paks 2, én nem mernék elmenni az alapozásra, vagy az alapkőletételre, mert nagyon, nagyon halványnak látom az esélyeit, hogy ez a projekt valaha is sikeres lesz. Nagyon röviden. Az egyik, hogy ez az orosz atomerőmű design, amit Magyarország tender nélkül megvett, és itt nagyon fontos a tender nélküliség, én ezt nagyon sokszor kritizáltam, hogy azért egy ekkora mű, ami 12,5 milliárd euróba kerül, és azt mondjuk, hogy legyen az orosz, azért az nem szerencsés, tehát ott ugyanúgy ki kellett volna írni egy nyílt közbeszerzést, aztán lehet, hogy nyer az orosz, csak akkor van egy verseny, akkor szerződés is versenykörülmények között alakul ki, vannak európai, vagy ázsiai, vagy egyéb ajánlattevők, miután nem volt verseny. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy ezt a zsebszerződést Magyarország egy diktátumként aláírta, kész, passz 2014-be. Majd utána bevonultak az oroszok a Krími félszigetre, és jöttek a nyugati szankciók. Na most szerencsétlen János és csapata ebből a szerződésből próbált utána, mert ezt nem a János kötötte, hanem ő akkor még paksi polgármester volt egyébként, utána ebbe életet lehelni, meg újra tárgyalni, meg egyéb. Szóval az első probléma, amit én látok, hogy ez a szerződés, ez nagyon messze van attól, ami mondjuk egy modern erőműépítési fővállalkozói szerződés megkíván. Oké, mondhatjuk, hogy ezt majd újra kell tárgyalni, de ez nem olyan egyszerű az oroszokkal. Ennél nagyobb probléma, hogy a szankciók miatt ebben az atomerőben több millió olyan alkatrész van, amihez nem fér hozzá az orosz beszállító. Tehát ez persze lehet, hogy orosz atomerőmű, de azért ebbe az irányítás technika, a kábelek, a vezérlőrendszerek és egyébként a fizikai vasak is nagy része valahonnan Nyugat-Európából, Ázsiából, Amerikából, Kanadából. Hát most mindenki hallgatta ugye az északáramlat vitát, hogy a turbinát Kanadába tartották karban, és azért nem indul újra az északi áramlat. Most az atomerőmű ugyanilyen, hogy abban több millió alkatrész van, ami szankció alá esik. Ezek szerintem a következő 5 évben nem fognak megjönni. Tehát ez eleve megállítja a projektet. És az utolsó megjegyzésem ezzel kapcsolatban az, hogy szerintem fizikailag se passzol oda ez az atomerőmű, így, ahogy most ez meg van rendelve. A Duna például ezt a hűtést már nem fogja tudni ellátni. A Duna már most se hűti rendesen a Paks 1-et, ugye néha nyáron. Most képzeljük el, hogy egy nagyobb teljesítmény atomerőt mellé teszünk. Hát az a szerencsétlen víz mennyiség, meg az a dunai vízhozam, az már nem fogja ezt kielégíteni. Van erre megoldás,
csak az 15%-kal drágább lenne. Hűtőtornyot kell építeni, hűtőtavat, egyebeket. Tehát műszakilag se stimmel oda ez az erőmű. Három eldöntendő kérdést szeretnék föltenni neked, és egyértelmű igen vagy nemet szeretnék kapni. Ugye lehet tudni azt rólad, hogy te egyébként alapvetően atomenergia párti vagy. Maximálisan. Ezért az első kérdésem úgy szól a számodra, hogy a te megítélésed szerint a jelenlegi Rosszatom szerződéssel lesz-e Magyarországon Paks 2 atomerőmű az évtized vége előtt? Biztosan nem. A második kérdésem az, hogy te egyébként azt kívánatosnak tartanád-e, hogy egy nyílt tenderrel, más típusú technológiával épüljön Magyarországon atomerőmű vagy sem? Én kívánatosnak tartanám... Igen, vagy nem? De én azt gondolom, hogy a kérdésedben volt egy olyan rész, ami nekem nem szimpatikus, hogy akkor egy új tender, meg más építse, meg egyéb. Tehát én azt gondolom, hogy ha az a kérdésed, hogy legyen-e még egy atomerőmű Magyarországon, akkor arra válaszom igen. Na az, hogy ezt kiépíti, hogyan építi, azért ez nem ilyen egyszerű, mert van egy megkötött szerződés, amiben megvannak a különféle kiszállási klauzulák, amik persze megint titkosak, tehát az a rész ki van takarva, okay. És nem tudom, hogy mivel kerülne kiszállni. Okay. És a harmadik kérdésem pedig így szól, hogy tehát az ukrán háború lezárása nélkül, egy ukrajnai béke nélkül lehet-e az orosz fél bármikor is beszállító egy ilyen atomerőmű megépítéséhez? Szerintem nem. Gondolj bele... Az energiabiztonság és kiszámíthatóság, fenntartatóság egyik előfeltétele az az ukrajnai háború lezárása. És az orosz szankciók megszüntetése majd egyszer annak nyomán, a békeszerződés nyomán, ahhoz, hogy az orosz technológiai ipar újra talpra tudjon állni, és azt mondja, igen, akkor most már van alkatrészem, meg van fejlesztésre kapacitásom, meg egyéb, és megépítem. Oké, evezzünk el egy kicsit az energetika területéről. 2017 és 21 között, ha jól mondom, voltál a Vodafone alapítvány elnöke. Igen. Volt-e valami előszele annak, hogy itt egy ekkora eladás készül a Forage irányába? Mi nem tudtunk róla semmit. Tehát a Vodafone alapítvány, az ugye, ahol a Vodafone-nak működési területe van a világban, ott minden országban csinál egy ilyen alapítványt. Ezek egyébként elég jelentős forrásra bíró alapítványok. A magyar alapítvány is több százmillió forintból gazdálkodott évente, és nagyon-nagyon hasznos és szerintem társadalmilag értékes célokra költi ezt a pénzt. Digitalizáció, hátrányos helyzetű iskolákban, digitális eszközök, olyan innovációs versenyek, és így tovább. Tehát az alapítvány azért az elég függetlenül működik magától a Vodafone. De ugyanabban a székházban van, meg persze beszélgetsz a menedzsmenttel, beszélgetsz a... Egy időszakodban volt-e bármilyen szándék arra, hogy eladják a Vodafont? Hallottál-e akár csak folyosói pletykát ebből? Csak annyi furcsa jele volt, hogy a Vodafone Group vezérigazgatója az ugye többször jött Magyarországra, és találkozott Orbán Viktorral. Mondhatjuk, hogy ez a szokásos business as usual, de azért nem gondolom. Tehát Vodafone Groupnak rengeteg operációja van szerte a világban. Egy Vodafone vezér azért nem látogat Magyarországra ilyen gyakorisággal, meg ilyen közel egymáshoz, mármint időpontilag közel egymáshoz. Tehát ott én magam ezt egy picit gyanítottam, hogy ott valami készülődik. De korábban értesült az eladási szándékról, mint megjelentek a sajtóhírek? Nem. Ugye azt jól mondtad a felvezetőben, én 21-ben már eljöttem az alapítványtól, és ezt ugye most jelentették be. Nem ezzel a baj, hanem az, hogy nem megbántva a tranzakciós feleket, én szerintem a magyar kormány nincs vele tisztában, hogy mit vett. Miből következtetett ezt? Hát abból következtetek bele, hogy nem tudom, hogy például, hogy a közvélemény nincs vele tisztában, az biztos, amit vettünk, abban például nincs eszköz. Tehát, hogy egy olyan társaságot vásárol meg a magyar kormány és a Forage, amiben nincsenek tornyok, nincsenek kábelek, nincsenek adótornyok és egyébként, mert azt a Vodafone még jóval korábban kiszervezte, nem Magyarországon, teljes Európában egy külön társaságba. Ezt úgy hívják, hogy Vantage Towers, amit aztán majd tőzsdére visz, meg csinálva le valamit, de hogy a Vodafone, amit megvettünk, az hát nálunk nyírségben, Kisvárdán úgy mondják, hogy az egy adósság, mert van benne bérelt irodaház, van benne leasingelt flotta, 2000 embert ki kell fizetni, meg az összes többi szolgáltatást az gyakorlatilag szerződés. Ez egy erősen felülárazott beszerzés? Azon lehet vitatkozni, hogy egy ilyen piaci részesedés mit ér meg, de hogy ez így használhatatlan, az tuti. Uh-huh. Ez kicsit úgy tudnám lefolytani, hogyha azt mondanám, hogy megvettük a Mercedes gyárat Kecskeméten. Hát gratulálok, hát ez egy Mercedes gyár. Hát persze. Hát hogyha a Mercedes nem ad mögé utána, a tranzakció után mondjuk egy évvel fejlesztéseket, modelleket, upgrade-eket, dizájnt, piacot, brandet, akkor szerinted mit ér egy kecskeméti Mercedes gyár?
hát nagyjából a csarnokot, meg a telket. Tehát nagyon óvatosan kell bánni mobil szolgáltatókkal. Akkor bocsáss meg, mi lehet, tehát a Vodafone részéről az majd menekülni akar a piacról, tehát a te megítésed szerint ez egy autentikus eladási szándék volt, vagy inkább azt kell sejteni mögött, hogy esetleg a kormány valamilyen típusú nyomásgyakorlással rávett őket arra, hogy itt most van egy jól beárazott exit lehetőség. Nem tudom, de a Vodafone Group vezérigazgatója azt mondta, hogy ők nem árulták ezt a céget. Tehát ő nyilatkozott erről, hogy nem ők keresték meg a magyar kormányt az eladási szándékkal. Az, hogy ez a vételi szándék, vagy az eladás hogy alakult ki, ezt nem tudom, de én azért óvaintem a feleket attól, hogy ezt szerintem elkönyvelt ügy ki. Ugye a Forage megpróbálta megvenni a T-Systems-et is egy néhány évvel ezelőtt, talán többen emlékeznek rá, ami fele ekkora volt a Deutsche Telekomtól. Ugye az sem működött. Nem mondom, hogy ez nem fog működni, csak azt mondom, hogy ezt nagyon óvatosan meg kell nézni, mert szerintem amit vettünk, az nem működhethető, még rövid távon sem, a Vodafone Group támogatása nélkül. Tehát például a 4G, 5G rendszerek, azok nem úgy vannak, hogy megvetted, szevasz. Hát mindenki tudja, hogy például a saját iPhone-odra is ugye két havonta jönnek a frissítések, mert ezt csinál vele, azt csinál, de Samsungra, mindenre. Ezekre a rendszerekre ugyanúgy jönnek frissítések, a számlázó rendszerekre, az IP-forgalom irányítására és így tovább. Ezek baromi bonyolult, nagyon drága fejlesztések, amit a Vodafone Group, érted, az összes országra elkészít, ott helybe, és akkor szétküldi a szerte a világba. Na de ezt már ide nem fogja küldeni. Tehát ezt most vagy magunknak megbarkácsoljuk, azt nem tudom, vagy valahonnan meg kell venni. És még egy fontos dolog, van benne egy frekvencia jog, ugye? Egy 10 évre elnyert frekvencia jog, amit az aukción vásárolt meg, nem csak a Vodafone, hanem a Telekom, meg a Telenor, mindenki, de ez nincs kifizetve. Tehát ezt elnyerte a Vodafone, Telenor T, csak ennek egy része van kifizetve, mint egy kezdő tőke, de a többi nincs. Tehát magyarán, nem tudok nyírségiesennél jobban fogalmazni, hogy ez egy adósság. Tehát adósságot vásárolt az magyar állam, de akkor igazából mi áll mögötte koncepcióként, nem tudom, állami megrendeléseket lehet ezen keresztül kiszervezni, kifolyatni, vagy mit kell igazából elképzelnünk itt most? Még egyszer mondom, hogy én még soha egy falusi önkormányzati helyesre indultam, tehát nem tudok politikus fejjel gondolkozni, csak üzletileg nézem, és ezért elnézést kérek, hogy ennyire esetleg negatívan fogalmazok ebben az ügyben, de hogy mint üzleti tranzakciót én ezt nem tudom értékelni. Hát ha nagyon megkínzol, akkor azt mondom, hogy persze, 2,5 millió háztartásba el lehet juttatni számlalevelet, meg annak mellékleteit, de én nem tudok, tehát hogy én ebbe üzleti értéket... A rezsicsökkentés hatására itt is lehet kormányzati üzeneteket elrejteni a számlára írva, azt mondom? Szerintem ragyogóan. Hát evidens. Ezért fizetnek több mint 700 milliárdot egy cég felvásárlásért, ami a te elmondásod alapján nem rendelkezik rendes infrastruktúrával sem. Ezt te mondod. Tehát én ezt nem tudom így megerősíteni, de mondom, kiszakítani egy ilyen egyébként zseniálisan működtetett multicégből egy országnak a leányvállalatát, az nagyon veszélyes, legyen az Mercedes, Vodafone, E.ON vagy bármi, mert azonnal elvágod magad attól a technológiai fejlődéstől, amit az a cég egyébként worldwide nyújt. Nem tudom jobban mondani, én nem látom ebben a gazdaságot. Akkor szívességet tett a kormányzat itt a Vodafone részére? Mire felteszem, hogy egy ilyen helyzetben föl tudott hívni a Vodafone-nak a vezérét, vagy valakit a vezér környékén, aki tud valamit mondani neked erről, beszéltél egyáltalán velük? Van bármilyen információ, amit meg tudsz velünk osztani? Nem beszéltem velük, mert ugye most már több mint egy éve nem dolgozom ott, vagy nem vagyok náluk szereplő. Ilyen-olyan piaci információim vannak, szerintem a Forage-nak növekednie kell, tehát hogy az egyébként egy fontos ok, és nem egy rossz cél, tehát ugye vásárolnak külföldön, belföldön, megvették a Digit, megvették az Invitelt, és így tovább Inviteket. Tehát van egy növekedési sztori, amit el kell adni a tőzsdén, meg a finanszírozóknak, én csak azt mondom, hogy ez egy akkora ugrás a Forage-nak is, meg a magyar kormánynak is, hogy én nem látom a racionalitását. Azt végképp nem látom, hogy miért kellene az Európai Unióban adópénzből egy mobil szolgáltatót venni. Hát adópénzből, nekünk ezt tanították meg Cambridge-ben az egyetemen, hogy fizetjük a rendőrséget, az oktatást, akár az útfejlesztést, egy csomó olyan közfeladatot, ami közfeladat. Én ebben nem látom a mobil szolgáltatást úgy, hogy egyébként van 4 cég, aki végzi. Tehát, hogy van egy verseny, amit regulációs eszközökkel ragyogóan lehet befolyásolni.
ha már a Cambridge éveket említett, tehát 2008-ban már idézett HVG Portrait interjúban így fogalmazta erről az időszakról. Már végzős volt, amikor kaptam egy e-mailt az angol külügytől, hogy Douglas Hurd, a külügyminiszter Cambridge-be látogat, volna időm együtt ebédelni vele. Persze, hogy volt, és akkor én is megkérdeztem tulajdonképpen, miért párfogolnak. Azt mondta, hogy akik egy ilyen programban részt vesznek, azok nyilván nem lesznek soha a brit korona ellenségei. Ez egy nemzetközi találkozó volt, vagy több diákkal együtt találkoztál, hogy kell ezt elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Cambridge-i egyetemre rengeteg olyan ember jár, aki később valamilyen politikai pályát fut be, gazdasági pályát fut be. Egyébként a királyi családnak számos tagja a Cambridge-ben vagy Oxfordban végzett, és ez ott egy nagyon jól bevált gyakorlat, hogy ezek az emberek úgymond felnőtt korukban, amikor már végeztek az egyetemen, később életpályák során vissza-vissza látogatnak az egyetemre. Ezek sosem négy szem közti találkozók, tehát ezek ilyen kis csoporttól nagy létszámos valami. Ez a Douglas Hurd-del folytatott ebéd, aki ugye brit külügyminiszter volt, ez is egy ilyen 10-15 fős esemény volt. Egy a sok közül, mondom, jött vissza királyi család tagja, jött vissza politikus, miniszterelnök, cégvezető és itt bankvezér. Ez nekünk akkor mindig egy óriási élmény volt. Hát, szóval gondolj bele, hogy ott ülsz 19 évesen, 20 évesen, tanulod éppen a makroökonomiát, vagy ki mit, én speciál közgazdaságtant, és tudsz beszélgetni kötetlenül egy 5-6-10 fős csoportban, például az akkor regnáló brit külügyminiszterrel, ami egy fantasztikus élmény, de ugyanúgy egy bankvezérrel, vagy a királyi család egyik tagjával, meghatározó élmény volt valóban. Az is kérdezem ezt, mert igazából ugye tavaly indult el egy lejárató kampány a sajtóban. Igen. Ilyen fogunk majd erről is beszélni, pontosan mit is állítottak rólad. De hát igazából nehezen érthető, hogy neked miért nincsen közelebb viszonyod az Orbán kormányjal, hiszen gyakorlatilag az Orbán kormány alatt, az első Orbán kormány alatt kerültél állami vezetői pozícióba. Úgy látszott egyébként, hogy van egy jó együttműködés közted és a kormányzat között, ehhez képest 2010 után menned kellett az MVM éléről. Mi miatt nem tekintettek téged igazából bizalmasuknak? Én azt gondolom, hogy az, hogy az MVM éléről mentem majdnem 9 év után, ezzel nem volt gond. Ott volt egy olyan alfa parancs egyébként a Fidesz részéről, hogy bárki, aki első számú vezető, még akkor is, hogyha Fidesz pártagkönyve van, volt ilyen, a MÁV vezért, akkor úgy hívták, hogy Andrássy Miklós, akinek Fidesz pártagkönyve volt, vagy van, én nem tudom, és azonnal menesztették a MÁV éléről 2010-ben, tehát én nem lepődtem meg, nem esett rosszul, ez nem bizalomhiány volt, ez egy stratégia volt akkor a Fidesz kormánynak 2010 tavaszától. Egyébként én összejöttem el, tehát ez elég sokáig tartott. De akkor beszéljünk a 98-2002 között időszakra, tehát amikor az APVRT-hez, illetve az MVM-hez kerülsz, akkor ki keres meg az Orbán kormány részéről? Én akkor úgy pont Londonban dolgoztam, és haza szerettem volna jönni, mert nagyon hosszú volt. Gimibe jártam Angliába, egyetemet végeztem, aztán dolgoztam, és jó volt, imádtam, nagyon jó volt, de szerettem volna hazajönni, és akkor egyébként egy ilyen ismerősi társaságba vetették fel, hogy te az APVRT-be pont van egy hely az energetikai portfólió élén, ezt tanultad Londonban, ezen dolgozol, gyere és csináld meg, és akkor ez nekem nyilván egy óriási kihívás volt. Ez így működött akkor, abszolút. Egy ismerősi beajánlás alapján döntöttek arról, hogy te legyél abszolút. Egy meghatározó állami vállalat élén egy ilyen fontos pozícióban? Én ezt már többször elmondtam, hogy nekem nagyon hiányzik az első Orbán kormány alatti szakmai protokoll. Tehát ott lehetett vitatkozni Stumpf Istvánnal, hogy figyelj István, ne így legyen. Én magam is többször megtettem vértes erőműgyében, vagy egyéb, vagy a bármelyik miniszterrel, államtitkárral lehetett vitatkozni. Tartok tőle, hogy ez most ugye kevésbé van így. Tehát akkor Stumpf István kancellári miniszter volt ugye. Igen. Akkoriban, vele azért kellett akkor mégiscsak egyeztetni. Volt-e más tagja a kormányzatnak, akivel akkoriban tárgyaltál? Hát az APVRT az hozzátartozott, mint kancellária miniszter, tehát nekünk ő volt úgymond a főnökünk. Volt az APV-nek persze egy igazgatósága, meg egy felügybizottság, de alapvetően Stumpf miniszter úr vezényelte a dolgot, és igen, ő meghallgatta. Aztán persze döntött a politika úgy, ahogy döntött, meg döntött a kormány, ahogy döntött, de meghallgatta, volt rá lehetőség. Én ezt azért már 2010-ben sem érzékeltem, tehát 2010 nyarán, amikor már Orbán kormány volt, de még MVM vezérigazgató voltam, ott már szűkültek a lehetőségek, és hát azért lássuk be, szerintem a mai jelek is azt mutatják, hogy ez végletesen leszűkült ez a szakmai párbeszéd. 2010-hez közeledve azért nagyon sok állami funkciót ellátó személy érezte azt, hogy fogy el a levegő körülötte. Te mikor érezted meg először azt, hogy nem fogod bírni egy esetleges új Orbán kormány bizalmát?
azt lehetett érezni, hogy nekem az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor a Mátrai erőmű fejlesztést lefújták. Tehát, hogy annyira hittünk benne, szerintem... Most azt mondta, hogy 2010-es hatalom átvétel előtt te teljesen úgy készültél, hogy továbbra is majd ebben a pozícióban fogsz maradni, és élvezed az új kormány bizalmát? Nem, én tudtam, hogy az első számú embereket leváltják. Én úgy készültem, hogy maradok a cégnél valamilyen egyéb funkciókba, és akkor megyünk tovább. Nem így történt, de hangsúlyozom, akkor ez engem különösebben nem viselt meg, mert visszamentem a magánpiacra. Én arra nagyon büszke vagyok, hogy az egyetem óta, amikor az én pályámnak körülbelül a fele az állami szférába zajlott, és körülbelül a fele a magánpiacon. Tehát, hogy igyekszem nem beleragadni egyik szférába se, hogy na, ő csak, nem tudom én, állami cégeknél dolgozott. Ebből én igyekeztem kifarolni. Azért is akartalak erről beszélni, mert ugye Gyurcsány fiókaként és Karácsony Gergely embereként híresültél el a kormányzati médiában. Ugye luxus utazásokkal és luxus ingatlanokkal vádoltak téged, és firtatták, hogy ennek megvan-e a fedezete. Ugye lehetett azóta értesülni a sajtóból, hogy számos pert megnyertetek. Úgyhogy egyrészt kérem, hogy mondd el, hogy pontosan milyen pereket nyertetek. De másrészt azt is kérem, hogy térj ki arra, hogy pontosan milyen típusú ingatlan vagyonnal rendelkezel, és annak mi a forrása. Megmondom őszintén, hogy engem, meg nyilván a családomat iszonyatosan letaglózott ez a támadás, amikor ez tavaly decemberben elindult, mert teljesen érthetetlen volt ennek az intenzitása. Tehát az, hogy esetleg megjelenik egy-két csipkelődő cikk, hát ilyet már láttam az MVM-be, és ez nem különösebben izgalmas, de azért itt nyilván én ezt nagyon közelről figyeltem, ez úgy zajlott, hogy megjelent valami valahol, és aztán 48 óra alatt átvette a teljes Kesma média, majd átvette közben a teljes közszolgálati média. Tehát ez ma tragikusan hangzik nekem, hogy a Petőfi Rádió, ami egy zenei rádió, azt mondta, hogy a Márta Imre hol nyaralt, meg hol lakik, meg ilyesmi. Tehát én ezt inkább most már komikusnak élem meg, akkor ez egy eléggé ütős probléma volt. Nem, ma már nem vagyok meglepve, mert ezt látjuk, hogy ezt csinálja. Tehát egy gimnazistát kipécézés neki megy, egy iskolaigazgatóhelyettes kipécézés neki megy, egy bármilyen átlagembert kipécéz. Tehát az, hogy most itt egy cégvezetőt kinéztek maguknak, akibe esetleg voltak felületek, ahol bele lehetett kötni média kommunikációba. Tehát miért romlott meg a fideszesekkel annyira viszonyod, hogy egy ilyen támadás sorozat áldozata? Szerintem nem romlott meg. Tehát te 2010 után is tudtál beszélgetni? Abszolút. Top fideszes politikusokkal? Én jártam be miniszterhez, beszéltünk. Egyébként ez ma se szűn meg. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ma is, hogyha én valakit... Meg is kapcsolatválsz kormányzati tagokkal? Hát most attól függ, mit nevezünk kormányzati tagoknak, de a magam szintjén... Miniszterekkel például? A magam szintjén miniszterekkel nem. Szerintem be tudnék menni, ha szeretnék, szakmai kérdéssel természetesen. Tehát én abszolút nem érzem, hogy persona non grata lettem volna szakmai körökben. Bocsáss meg, amikor elindult ez a lejárató hadjárat, nem hívtad föl őket, hogy hát mégis ez most micsoda? Nem hívtam föl, mert azt láttam, hogy ez megállíthatatlan. Tehát az látszik a Fidesz környékén, hogy kampányban nincsen pardon. Tehát a kampányban mindent lehet, és ez történt velem is. És akkor szerintem bárkit hívsz föl, vagy bárkinél próbálkozol, de nem is próbálkoztam ilyennel. Mi mentünk a magunk útján, elindítottunk jó néhány sajtópert, ebből megnyertünk jelen pillanatban 5-öt jogerősen, 3 még függőben van, de az első fokon már azokat is megnyertem. Tehát azt tudom mondani, hogy amiben perre mentem, azt mindet megnyertem idáig. Az egy másik probléma, hogy nem közlik le. És ez egy nagyon szomorú látlelete a magyar jogállamiságnak szerintem, hogy van egy sajtóper, oké, megnyered, aztán másodfokon is megnyered, és aztán nem történik semmi. Ez megint külön megér egy misét. De ezen én túl lendültem, én azt gondolom, hogy volt egy ilyen kampány, nekem ez az egy eszközöm van, hogy a sajtópereket viszem, és a Magyar Bíróság jogerősen kimondta, hogy ez is hazugság volt, az is hazugság volt, amaz is hazugság volt. Inkább a családomat viselte ez meg, édesanyámat zaklatták telefonon, számtalan újságíró fölhívta őt, és nem mondta, hogy újságíró, és videófelvételt készített meg, hangfelvételt készített róla. Szóval ezért ezek már olyan szintű dolgok, amin én csak ámultam, és nem tudtam akkor ezt kezelni, hogy hogyan mentsem meg mondjuk édesanyámat, vagy a családom többi tagját ettől. Nehéz 6 hónap volt az intenzitása miatt, meg a mélysége miatt.
Jó, de akkor itt az időre tisztázok akkor ezt a kérdést. Milyen típusú nagyértékű vagyonlámp kell rendelkezel, amikről érdemes beszámolni a közönség számára, és milyen jövedelmi forrást tudsz megjelölni ezek biztosítékául? Azt fontos elmondani, hogy a támadás egyik eleme az egy NAV-vizsgálat volt, amit januárban nyitottak ellenem, és az elmúlt 5+1 évet vizsgálta. Nem akarom mutatni a nézőket ennek a részleteivel. NAV elnöki hosszabbítás is volt benne, ami nagyon szokatlan. Lényeg az, hogy egy teljesen nullás jegyzőkönyv jött ki a végén, tehát a NAV megállapította, hogy az én elmúlt 5+1 éves jövedelmem, költésem, bármi, ami a magánszemélyel kapcsolatos adózási kérdések, azok mind rendben vannak. Szerintem ez egy fontos dolog, én azért kíváncsi vagyok, hogy melyik NER lovag megy át ezen a teszten. Ami most vagy a NAV-nál bármelyik. Oké, én is átmentem, azért ez egy fontos dolog, és mondom, nagyon-nagyon részletes volt, tehát 120 napig tartott, minden, tényleg több tonnányi szerződést bevittünk, meg iratot, meg bankszámlát, meg egyebet. Na, de ez egy jó hír. A vagyonról én azt tudom mondani, hogy a támadásnak az egyik célja pont az volt, hogy összemossa a papagáj média a jogszerűen, szakértelemmel megszerzett adózott jövedelmet, én azt gondolom, ez enyém ilyen, az esetleges NER lovagok, vagy a NER környékén lévő a divatos angol szóval, vagy shady ügyletekben szerzett jövedelemekkel, teljesítmény nélküli jövedelmekkel. Én azt gondolom, hogy az enyém az egy nagyon nehezen megszerzett és komoly teljesítmény áll mögötte. Akár a Cambridge Egyetem, akár a londoni munkám, akár az NVMS pályafutásom. Az NVMS pályafutásom alatt nyilvános volt a bérem. Évente 70-80 millió forintot kaptam, mint NVM vezető, és ott voltam majdnem 9 évig, tehát hogy vezérhelyettesként, meg vezérigazgatóként, ez egy totál nyilvános bér. Megjegyzem, a mai NVM vezér is ennyit kap, tehát hogy ez nem extrém. Akkor bocsáss meg, tehát hogy ez a vagyon, amit én összegyűjtöttem. Mondnak hogy ki tudod jelentíteni nyilvánosság előtt, hogy ezek a vagyonának, amik megjelentek, és azok a vagyonának, amik nem jelentek meg, de esetleg a birtokodban vannak, szóval, hogy mindegyike legális jövedelemből származik. Abszolút, és mindegyiknek a származása az nem mostani jövedelem, ez nagyon fontos, ezt is próbálták összemosni, hanem az elmúlt 20 év alatt szerzett vagyon. Hidd el nekem, hogy a támadás intenzitása, ugye volt drónfelvétel, voltak hamisított képek. Tehát, hogy fogta, valahol talált egy képet, és meghamisította, és úgy közölte le a NER média. Ha bármit talál, azt már tudnánk. Tehát, hogy én ebből a szempontból azért is vagyok ilyen magabiztos, amúgy is az voltam, de most aztán pláne, hogy igen, ez egy nagyon nehezen megszerzett, az én top menedzseri fizetéseimből és annak a befektetéséből származó vagyon. Hadd ne mondjam, hogy Londonban milyen pénzt keres egy energiaipari cégnél egy középvezető. Kell mondjad kérlek, nagyságrendesz legalább. Hát ugye ez azért ne felejtsük, hogy ez 1999-ről, 2000-ről, 2000 azokban az évekről beszélünk, akkor már több tízezer dollárt per év, plusz a bónuszok, plusz a költségtérítések és egyebek, ami azért 20 évvel ezelőtt egy nagyon komoly pénz volt Magyarországon. Ezeket én befektettem, de aztán mentem én ezen az úton tovább. Tehát van egy sikeres menedzseri pályafutás, és van egy sikeres családi cég, amiből ez a vagyon származik. Azt azért hozzáteszem, hogy én a top tízezres leggazdagabb listára se tudnék felkerülni. Tehát, hogy ezt most fölnagyította a papagáj média, hogy úristen, de ez valójában egy jó mód, amire én persze büszke vagyok, és jól érzem magam, hogy megdolgoztam érte, a családomat tudom ebből segíteni, de azért ez a magyar viszonyokban, mondom, a top 10.000-ben nem fér bele. Lehet, hogy ennek a Kisvábegyi Illának a geolokáció volt az, ami kiverte a biztosítékot. Ugye nyilatkoztál róla a HVG-nek, hogy kvázi tűzszomszédja vagy Orbán Ráhelnek, és volt szoktatok egymásalnak integetni is akár. Van-e bármilyen viszony, akár Ráhel, Orbán Ráhel irányába, akár Tibor István irányába? A ház elhelyezkedése valóban különös, ez egy budai utca. Nem szeretném elmondani a címet, mert ezt a NER média már sokszor megtette, és azt gondolom, hogy ez egy személyiségjogot sért. Pár száz méterre van Orbán Viktor házától, és pár száz méterre van a Tiborcz István és Orbán Ráhel házától. Egyébként nagyon rendes utcabeliek, szóval szoktunk egymásnak köszönni, integetni, ha összefutunk egy kávézóba, akkor három mondatot beszélünk, tehát hogy nyilván soha nem politizálunk, meg nincs semmilyen egyéb bármilyen kapcsolat. Bármilyen üzleti viszony esetleg kötetéget nem volt. Dehogy is, nem. Nem is keresettek téged ilyesmivel korábban? Nem. Tehát nem áll esetleg az egész támadássorozat hátterében, hogy valamikor fölkínált neked a NER valamilyen típusú pozíciót, és azt elutasítottad? Nem volt ilyen.
Az is kérdezem ezt, mert ma a Forbes-ban adtál egy másik interjút 2015-ben, és ott arra hivatkoztál, hogy te egyszer konyakoztál még Simicska Lajossal is. Erre igazából mi szükség volt? Hát az volt, azért volt rá szükség, mert akkor úgy működött a Fidesz, hogy ha parlamenti támogatást akartál szerezni valamihez, vagy valamilyen egyéb politikai támogatást akartál szerezni valamihez a Fideszben, akkor azt a Lajossal egyeztetni kellett. Az nem egy nagy titok. Mióta ismered őt? 2000-es évek közepétől mondjuk, tehát 15-17 éve. Hát most ismerem, igen, ismerem, de azért nem járunk össze, meg nem hívogatjuk egymást. Ez egyébként a sajtóban is megjelent, ez nem titok, hogy az MVM többször intézett el, lobbizott ki olyan parlamenti döntéseket, ahol még a Gyurcsány kormány alatt is, vagy a Bajnai kormány alatt is a Fidesz és az MSZP együtt szavazott. Szóval ez nem volt titok, ezek nem sédi üzletek, meg nem tudom én szerződések, hanem, most nem akarok részletekbe menni, például Európai Uniós szabályok hazai jogszabály való ültetése során, hogy a MAVIR meg a MOL-nál lévő FGS az hova kerül, milyen szabályokkal egyebek, és ehhez kellett az MVM-nek egy parlamenti támogatás, amit nagyon sikeresen sikerült megszerezni, és el kellett magyarázni. Az világos, de azt mondjuk, hogy rendezted el magadban, hogy felteszem azért a Cambridge-i üzleti etikett szabályhoz képest azért az, hogy a Fidesz első számú oligarchájával kell beszélgetned azért, hogy valamilyen ügyletet el tudj intézni, egyébként pontosan mit is kellett akkor Simicska Lajosnál kibunszolni? Hát ehhez kellett a konyak, hogy ezt a Cambridge-i neveltetésemmel össze lehessen egyeztetni. Ez, amit az előbb mondtam, például az, hogy az Európai Unió hozott egy szabályt, hogy az energiacégek, MVM, MOL tulajdonában nem lehet hálózat, például földgázhálózat vagy villamosenergiahálózat, de volt egy B-szabály, hogy lehet, de akkor kínai fallal kell leválasztani, hogy ne tudja befolyásolni. Nyilván az MVM is, meg a MOL is azt szerette volna, hogy ezek a alaphálózatok, ezek a cég tulajdonában maradjanak, hiszen a finanszírozás, tehát minden erre épül, ez egy gigantikus vagyonelem, míg egyébként nagyon sok olyan extrém liberális nézet volt a gazdaságpolitikában akkor, hogy nem, ezeket el kell venni, tőzsdére kell vinni, vagy el kell adni, vagy privatizálni kell, vagy egyéb. Nyilván az MVM szerette volna megtartani ezt a hálózatot, szerintem az elmúlt 15 év vagy 10 év ezt igazolja, hogy ez helyes út volt, de hát ehhez kellett egy parlamenti döntés. Ez teljesen világos, bocsáss meg, én nem a szakmai tartalmát kivitatom ennek a kérdésnek. Én csak az érdekel, hogy ha már a sédi kifejezéssel éltél, akkor konyakozni a Fidesz első számú oligarchájával egy közügyet érintő döntés előmozdítása érdekében, az nem sédi? Így működik a Fidesz. Hát én nem azért mentem oda, mert hogy talán az egy egyszerűbb út, vagy valami, az volt az út. Tehát, hogy... Beszéltem én Orbán Viktorral is több esetben. Tényleg? Mikor? Dolgokkal. MVM vezérként. Tehát ez az MVM vezér időszakában. És vele is nagyon normálisan meg lehetett beszélni energiapolitikai kérdéseket, Paks 2-t, egyebeket. De tudomásul kellett venni, hogy abban az időszakban, egyébként nem titok 2015-ig, bizonyos kérdésekben nem csak a kormányt kellett keresni. Hát ez... Szerintem ez nem volt titok. Tehát a te tapasztalataid szerint Simicska Lajos gyakorlatilag árnyékfiguraként a kormányzati hatalmat reprezentált egy ilyen helyzetben? Én azt gondolom, hogy a Lajosnak nagyon komoly befolyása volt a háttérben. Az, hogy a munkamegosztás vagy a hatalom megosztás hogyan zajlott, azt én nem tudom, de valószínűleg komoly befolyása volt. És 2015-ben ugye akkoriban már azért azt lehetett hallani a sajtóértesülések alapján, kiesett a Pixisből. Neki volt még érdemi hatása a folyamatok menedzselésére? Fogalmam nincs. Hát ugye 2015-ben... Kértél az meg? Az teljesült vagy sem? Ja, az teljesült. Persze, az teljesült. Ugye 2015-ben én már rég a magánszférában dolgoztam újra. Vittem az Invitelt, tehát hogy én akkor már nem foglalkoztam. 2010 után én már nem foglalkoztam kormányzati kérdésekkel abszolút. És nem félsz attól, hogy fogott emberek minősülhetsz a Fidesz szemében? Tehát, hogyha esetleg találkoztál Simicska Lajossal, találkoztál másokkal is, nincs olyan kitettség, ami esetleg később szűkítheti a mozgásteredet? Én nem gondolom azt, mert én nem vagyok politikus, nem indultam választáson, nem is akarok indulni választásokon, se helyben, se országosan. Én azt gondolom, hogy egy cégvezetőnek feladata az, hogy az éppen aktuális politikával ápoljon egy korrekt kapcsolatot, és a cég érdekében igyekezzen elérni azt, amit el lehet érni.
pláne azokat, amelyeket szakmailag helyesnek tart. Tehát, hogy én ezt abszolút egy jó dolognak tartom. Ahogy például az előbb beszéltük, a Vodafone Group elnöke többször találkozott Orbán Viktor, és megpróbálta a Vodafone érdekeit. Csak Orbán Viktort megválasztotta a Magyar Országgyűlés, Simicska Lajos pedig maximum Orbán Viktor. Oké, de ez már 2015 után volt. Találkoztál más típusú ilyen üzleti befolyást élvező személyekkel is? Én a Fidesz környékén nem. 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 Záró kérdés. Ugye Karácsony Gergely azt állította, hogy 20 fokra fogják majd maximum fölfűteni az önkormányzati, a fővárosi önkormányzati zónában lévő épületeket. Ugye ez pont egy fokkal több, mint amit a Gulyás Gergely ígért meg a kormányinfón. Mekkora spórolás érhető el ezzel, és számoltok olyan szenárióval, hogy ezt se fogjátok tudni tartani? Tehát úgy kérdezem tőled, hogy hány fokos tél kell ahhoz, hogy ezt tartani lehessen, és hány fokos tél után következik be az, hogy ebből vissza kell lépnetek? A statisztikai és energetikai szabályok alapján, hogyha kiszámoljuk, hogy ez hogyan működik, akkor azt lehet, hogy egy Celsius fokos különbség, tehát egy fokkal kevésbé fűtünk egy lakást közintézmény, az 6% energiát takarít meg. Ez nyilván nem egy adott napra vonatkozik, meg nem egy adott órára, hanem ha egy telet nézünk, egy komplett tele van, egy kicsit melegebb, hidegebb időszakok, akkor ha egy fokkal kevesebbre állítjuk a termosztátot, az 6%-kal kevesebb energiát fogyaszt. Persze ez rengeteg minden befolyásolja, a szigetelés, amiről beszéltünk, meg a kazán technológia, meg a fűtés, de az a 6% úgy országosan egy tökéletesen jó közelítés. Tehát, hogyha eddig 22-re fűtöttünk, most csak 20-ra, akkor 10%-ot meghaladó lesz a megtakarítás, a 18-ra akkor még több, azért ez nem összeadható számok, mert egy idő után eltűnik ez a hatékonyságjavulás. Ez az energia józanság, amiről beszéltünk. Meddig tartható ez? Én azt gondolom, hogy ha egy átlag tél jön, tehát mondjuk olyan tél jön, mint az elmúlt 3 évben, amiben voltak hideg napok és voltak átlagos napok, akkor ez a kormányzati 18 fok, vagy a fővárosi 20 fok, ez tartható. Egy heteken át tartó mínusz 10 fokos tél kikezdi ezt a vállalást? Ha heteken át hideg van, akkor nem a vállalással lesz a probléma, hanem a földgázellátással, és akkor visszakanyarodunk iparági kérdésekhez. Magyarország földgázellátása úgy épül föl, hogy ha egy nagyon hideg nap van, tehát nagyon szívjuk a tárolókat, lakosság, ipar, erőművek, és így tovább, akkor a tárolók már ezt nem tudják kielégíteni, ahhoz folyamatos importra is szükség van. Itt van az a kérdés, hogy akkor ezeken a hideg napokon az a folyamatos import rendelkezésre fog-e állni. Ha nem, akkor jön a gázkorlátozási sorrend, le van írva a törvényben, először kiveszik az erőműveket, aztán kiveszik a cégeket, aztán legvégül a lakossághoz nyúlnak hozzá. Azért lássuk, hogy ez nem nagyon szokott előfordulni békeidőben. Most nem békeidő van, tehát a kérdésedre válaszolva én azt szeretném inkább mondani, hogy reméljük, hogy amikor nagyon hideg lesz, akkor nem zárják el a gázcsapokat. És összességében állami kormányzati segítség nélkül egy ilyen szenárió menedzselheti a főváros részére, vagy sem? Biztosan nem. Biztosan nem. Ugyanannak a rendszernek vagyunk a részei. Tehát az, hogy az erőművek vagy a távfűtés mondjuk először Győrben áll le, vagy Budapesten, az teljesen mindegy, mert ez egy egybefüggő rendszer. Márton, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy válaszoltál a kérdésre, gyere máskor is majd. Én köszönöm. Ez volt a beszélgetésem Márta Imrével, hogyha esetleg később csatlakoztál volna be a közvetítésbe, akkor ajánlom, hogy várd meg, amíg véget ér a közvetítés, és nézd vissza a beszélgetés elejét is, mert izgalmas. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, ha van lehetőséged, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba, a leírásban található lehetőségeken keresztül. Holnap este is élő adással készülünk, egy igazán izgalmas meglepetés vendéget fogok fogadni itt a stúdióban, vagy kipontosan ő, azt a Facebook oldalunkon fogjátok látni holnap reggel, tehát ha esetleg ott nem követtek még bennünket, akkor érdemes ott is ezt pótolni, és akkor kora reggel már értesülhetek arról, hogy este ki fog itt ülni velem szemben a stúdióban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao!